főiskolás éveiben itt voltam gyakornok. Azóta egyszer játszottam az Eszenyei Könnyel valamit. És akkor ugye most lett volna, csak akkor éppen beteg voltam. Úgyhogy helyettem ment a mesterkurzus, amit volt szerencsém rendezni, és hát nagyon boldogan hallgattam a beteg ágyon, enélkül kihangosította a tapsot, meg az ovációt. Hát most ezzel a várakozással vagyunk a mai este előtt is. A próba folyamatban az ember hozzáedződik a terheléshez. És ez egy olyan próba folyamat volt, ami azért megkívánta, hogy minden percben ott legyek, minden másodpercben ott legyek. Tehát testileg is, szellemileg is, lelkileg is. Én itt kezdtem a színészi pályámat, még Várkony Zoltán utolsó szerződtetettjei közül való vagyok, és egy-két dolog eszembe jutott, miket játszottam itt, kikkel. Igen, eszembe jutott persze. Gimnazistaként voltam itt néző. Más kötődésem nincs, úgyhogy én izgulok is a ma esti előadás miatt, mert ilyen hatalmas nézőtéren is ilyen rengeteg embernek egyszerre még nem játszottam, úgyhogy nagyon izgulok. Minden klasszikus, attól klasszikus, hogy túlélt nemzedékeket, társadalmi berendezkedéseket, és a világ mindig felfedezi bennük azt, ami aktuális, ami olvasható, vagy azért, mert mélyen emberi, vagy azért, mert maga a társadalom, a politika végül is nem nagyon változik, csak ismétli önmagát. Az Edgárnak a szerepe az fizikailag, mint pedig érzelmileg egy nagyon megterhelő állapot a szerep szerint, és ezeket én színészként szeretem, az ilyen típusú szerepeket és állapotokat. Úgyhogy ilyen szempontból abszolút közel áll hozzám.